Sziasztok! Ez itt újra a Csillagfényben, a Csillagok Alatt videó projektünk hírműsora. Itt van velem Ordosi András. Sziasztok! És itt van velünk Barna Barnabás is. És vágjunk is bele, hiszen lesz itt szó hízó napfoltról, hízó fekete lyukról, mindent elpusztító objektumról, szóval csak a szokásos, de először valami, ami elsőre talán nem annyira izgalmasnak tűnik, de a csillagászok jövőjét abszolút mértékben befolyásolni fogja. Ja, és aztán pedig beszélünk a bolygóparádéról is, mert arról beszélnünk kell. Arra mindenképpen. Kezdjük is! Bemutatták a tejütenszer eddigi legrészletesebb térképét. Bemutatták a tejút rendszer eddigi legrészletesebb térképét, amely csak nem két milliárd csillagról tartom az információkat. Az Európai Ürőnökség az ez a Gája harmadik katalógusában a csillagászok, köztük magyar kutatók is, lenyűgöző felfedezéseket mutatnak be fura csillagrezgésektől a csillagok DNS-én és a legfiatalabb, még most születő csillagokon át egészen a naprendszer kisbolygóig mint felidézték a hírben, a 2013-ban felbocsátott Gája a küldetésének célja, hogy a tejútrendszer legpontosabb és legteljesebb több dimenziós térképét készítse el. Ez lehetővé teszi a csillagászok számára, hogy rekonstruálják galaxisunk szerkezetét, illetve fejlődését az elmúlt évmilliárdok alatt, valamint jobban megértsék a csillagok életciklusát és helyünket a világegyetemben. Na most ez egy kifejezetten hatalmas eredmény, egy hatalmas adathalmaz, és ami szerintem talán a legfontosabb, hogy olyan precizitással tud ténylegesen égbolton pozíciót mérni, mint eddig még soha semmi. Számszerűsítsük, 7 mikroív másodperc. A 7 mikroív másodperc az egészen pontosan egy hajszálnak a látszószök mérete. Ezer kilométerről. És ezt nem néhány kifejezetten érdekesnek tűnő objektumra csinálta meg a gája, hanem több mint 1, még egyszer, 1,5 milliárd csillagra. A teljes adatbázis pedig majdnem 2 milliárd csillagot tartalmaz. Ezek többségéről tehát tudunk pozíciót mondani, tudunk sebességet mondani, kis hányadokról tudunk ráadásul úgynevezett radiális sebességet, tőlünk mért sebességet is mondani. Ez a csillagászat minden területére óriási hatással van ugye az alfája és az omegája tulajdonképpen a csillagászatnak a távolságmérés, és a távolságmérési módszerek közül tulajdonképpen nem igazán van más igazán jól használható geometriai távolságmérési módszer, mint a parallaxis módszer, hogy megnézzük, hogy innen távolról, hogyha más helyről nézem, ugye a naprendszer egyik meg másik végéről, ahogy a Föld megkerüli a napot fél évvel később, akkor mekkora szöggel látom odébb mozdulni a, az előző pozíciójához képest, pontosabban a távolabbi háttérobjektumokhoz képest mennyivel látom elmozdulni az adott csillagot. Ezt tulajdonképpen ezzel az űrtárcsővel lehet a lehető legtávolabbig megmérni, és ugye ez az alapja az összes távolságmérésnek tulajdonképpen szinte, és ennek köszönhetően ez ténylegesen a, a, az alfája az összes. De ez még mindig csak a specialitása a gájának. Rengeteg más objektum például új kisbolygók felfedezésére is használják. Úgyhogy mi nem is szaporítanánk a szót, aki a gája legújabb eredményeivel kapcsolatos szakcikkekre kíváncsi például, az feltétlenül nézze vissza Kis László műsorvezető társunknak a legutóbbi Magyar Titok című műsorát, ott ugyanis jó három órában, Laci ezt boncolgatta, mindenképpen érdemes belenézni. Van egy csillag 86 fényévre a Földtől, ami mindent elpusztít maga körül. A csillagászoknak most először sikerült megfigyelniük egy olyan fehér törpét, ami aszteroidákat és üstököseket is magába szippant. A Földtől 86 fényévre lévő G238 kötőjel 44 viselkedése arra utal, hogy az égi test nem csak a belső, de a külső csillagrendszerét is elpusztítja. A kutatók azt találták, hogy a G23844 légkörében, nagyon szép neve van, Számos elem például nitrogén, oxigén, magnézium, szilícium és vas is van. A szakemberek az adatok alapján úgy vélik, hogy a fehér törpe egyszerre nyeli el a merkúrhoz hasonló anyagot, valamint az üstökösöket. Jelenleg ugyanis nincs olyan ismert objektum, ami minden típusú elemet tartalmazna. Ezek egy része a formálódó bolygókon és az aszteroidákon gyakori, egy részük pedig az üstökösökön. Ha a minapunk így is elkedne, az azt jelenteni, hogy a bolygók maradványai és az aszteroidák mellett a övből is falatozna. A kutatók ezek alapján pedig úgy vélik, hogy a jégé fagyott anyagok sokkal gyakoribbak lehetnek, mint ahogy eddig gondoltuk, ami azért is nagyon fontos, mert ezek szállítják a vizet az olyan bolygókra, mint például a Föld is. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy ezeket a mondatokat nem mi fogalmaztuk meg. Én van ezek, ezeket határozottan, az az, 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 az állítás, hogy, hogy ezt cikkekből olvasjuk föl, Hiszen... és aztán igyekszünk helyre tenni őket. Hiszen ez a csillagfénybennek a koncepciója, mainstream médiából csemegészgetünk híreket, és akkor először is talán tegyük tisztába, hogy mi is az a fehér törpe. Ugye a fehér törpe egy maradványcsillag, ez a cikkben is nagyon helyesen szerepel, a naphoz hasonló törpe csillagok életük végén felfúvódnak először vörös óriásá, ledobják a külső burkukat, és megmarad, hátra marad a csillag magból, nagyjából földméretű Csillag Javar és szenet, oxigént kisebb részben neon tartalmaz, fúzió már nem zajlik benne, csak baromira forró. Meg, amit hozzá kell tenni, hogy ugyan földméretű, de annál jóval nagyobb tömegű. És hát igazából itt a, a magában a mérésben megmérték, hogy milyen anyagokból áll, vagy legalábbis nagyságrendileg milyen anyagokat találnak benne, és itt bizony azt találták, hogy több különböző olyan anyag van benne, amire nem számítottak, legalábbis nem ekkora mennyiségben. Ugye ezek a magasabb rendszámú fémek, mint például magnézium, szilícium vagy vas, ezek nem termelődnek egy naptípusú csillagban. Tehát magyarán, miután az meghal, a csillag magjában se kellene találnunk jelentős mennyiségű vasat. Ha mégis van, akkor az kívülről kerülhetett oda jó eséllyel. Persze, még egyszer, itt nem közvetlen mérésekről van szó, itt csak a, ezen kémiai elemek megnövekedett jelenlétét tudjuk közvetlenül kimérni. Az, hogy honnan került oda, hát az már ötletelés kérdése. Ugye lehet azt gondolni, hogy ő neki magának volt valamilyen rendszere, ennek a fehér törpe előtti valamilyen napszerű vagy ahhoz hasonló uh, csillagnak, és annak a különböző bolygó rendszeréből összeszedett mindenféle uh, kis törmelékéből, abból kerülhetett bele mindenféle dolog. De persze az is lehet, hogy valami külső hatás, egy, egy túlságosan megközelítő csillag a saját bolygóit áldozta föl mert, mert éppen arra járt. Szóval itt igazából még nagyon-nagyon sok minden lehet. Ezek egyelőre elméletek, amiket jelenleg ez a nagyjából többé-kevésbé egyetlen mérés, ez alátámasztani látszik, de nyilván ahhoz, hogy valamit biztonsággal állíthassunk, ehhez további mérésekre lesz majd szükség. Igen, ez az örök lezáró szó minden egyes és szakcik végén. 9 milliárd éve nem növekedett így feketejük. Az elmúlt 9 milliárd év leggyorsabban növekvő fekete fedezte fel egy ausztrál csillagászok vezette nemzetközi tudós csoport. A 3 milliárd naptömegű fekete lyuk másodpercenként a Föld megfelelőjét fogyasztja el, és 7000-szer erősebben ragyog, mint saját galaxisunk összes fénye együttvéve. Itt az alany még mindig a fekete a feketejük ragyog. A csillagászok több mint 50 éve vadásznak ilyen égitestekre, több ezer halványabbat találtak már, de ez az elképesztően fényes objektum eddig észrevétlen maradt, mint a Christopher Onken, a kutatócsoport egyik részvevője, aki egy hatalmas, váratlan tűnek nevezte azt a fekete lyukat a szénakazalban. Most azt akarják megtudni, mitől különbözik ez a többitől. Lehetségesnek tartják, hogy esetleg két nagy galaxis ütközött össze korábban, és rengeteg anyaggal kezdte el táblálni ezt a szupermasszív fekete lyukat akkor először is tegyük tisztább ezt, hogy hogyan is világít a fekete lyuk. Sehogy. A fekete lyukok önmagukban nem világítanak. Itt valójában egy kvazárról beszélünk. A kvazárokat még talán az 50-es években fedezték fel, ha jól emlékszem, és pontosan a csillagokhoz hasonló látványa miatt nevezték el kvázisztellár objektumoknak, kvazároknak, mert ténylegesen magát, a, a, az aktív galaxis magot látjuk világítani, ugye a fekete és a környezetében, Világító mindenféle anyagot látjuk, és magát a galaxist viszont ö, spirálkarokat, egyveket azon nem. Ebben az esetben legalábbis nem, mert ez olyan távolságra van a, a cikkben szereplő fekete lyuk, és otthonául szolgáló galaxisa, 7 milliárd évig utazott a fénye, míg eljutott hozzánk, és ha maga a kvazár az viszonylag fényesnek számít, talán az egyik legfényesebbnek a déli égbolton, maga a galaxis azonban így is láthatatlan maradt számokra. A... ez egyébként szerintem az iskola példája annak, hogy fiatal kutatók hogyan adjanak címet a tanulmányoknak, mert hogy ugyanez ténylegesen egy komoly publikáció, és az itt hangoztatott nagy mondásom, miszerint másodpercenként a föld tömegét zabálja meg a fejtegők, azok nagyjából helytálló következtetések, azonban mindez viszonylag egyszerű, viszonylag egyszerű, amennyire egyszerű lehet egy ilyen mérés, szóval viszonylag egyszerű adatsorokra van alapozva. A kvazárnak a fényessége különböző színszűrőkben, valamint spektroszkópiai mérésekre, amelyekben pedig a körültek kavargó és belespirálozódó anyagról tudhatunk meg többet. Ugye pont azután, miután a múlt alkalommal, azt a gyönyörű szép tejútrendszerbeli fekete lyukat lefotózták. Hát az ugye itt volt a szomszédban, ezt nem fogjuk még egy jó ideig így lefotózni. De hogyha egyébként már ezekre a korábbi, az M87, illetve a mi galaxisunk központi fekete lyukáról készült felvételekről beszéltünk, érdemes visszanézni azokat a műsorokat is. Szóval például az M87 az egy nagy távolságról lehetséges, hogy egy másik civilizációnak éppen kvazárnak tűnhet egy fényes galaxis magat láthatnak, és lehet, hogy magát a galaxis nem is. Úgyhogy ez a rejtély nyitja, nagy feketejük eszik, folyamatosan eszik, viszont maga a feketejük az nem világít. Ugye maga egyébként a cikk címe nyilvánvalóan az érzelmeinkre próbál hatni, mi egy fekete lyuk zabál, és az első olvasó rögtön arra gondolhat, hogy mikor fog minket megzabálni. Soha nincs ilyen fekete lyuk a közelben sem, ami és minket akarna megzabálni. Egyáltalán ugye a gravitáció ereje az négyzetesen csökken a távolsága, ez pedig azt jelenti, hogy nagyon gyorsan lecsenk egy fekete lyuknak a gravitációs potenciája, ahol, ahol, a fekete lyuk a góré. Tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy a mi galaxisunk közepén is csücsül egy szuper nagy tömegű fekete lyuk, de mondjuk tőle ilyen néhány tíz fényévnyire már a körülötte keringő gáz és csillaganyag, gravitációja erősebb. Nem feltétlenül esik bele minden az egész galaxis ebbe a központi fekete lyukba. Ettől függetlenül még ezek az exotikus objektumok, ezek mindig izgalmasak, amikor az ember megtalálja őket. Valami olyat is írt talán a, a cikk, hogy, hogy ezt ö, ilyen nagyobb távcsövekkel meg lehet figyelni. Nyilván már magát a fekete lyukat, hanem a az aktív galaxis magot. Az egy optikai fényét, elvileg igen, 15 szóval, hogy azért mindenki kösse fel a gatyáját, hogyha ezt meg akarja pillantani. Például szerintem a Mátrai piszkés tetői Mondnad, már már Le lehet a fotózni. A, még egy apróság, a címben szerepel 9 milliárd év, hogy, hogy honnan tudjuk, hogy az elmúlt 99 milliárd évben ilyen ütemű tömegpusztítás nem mutatott fel feketejük, Nos, ez statisztikai felmérések alapján meg tudjuk becsülni, hogy egy adott határmagnitúdóig látnunk kellene. Tehát, hogy egy, hogyha körbenézünk az égbolton, már pedig több ilyen felmérés is volt, nem találtunk e, hasonló feketőket, és ki lehet számítani, hogy ezen kvazárok e, fényességéből, hogy gyakorlatilag milyen időig, időben tehetünk e, ilyen, ilyen felső határokat, ilyen állításokat. Na persze, szerintem azért, azt is tegyük hozzá, hogy ugye ez a mérés is, meg valószínűleg a legtöbb mérés eddig, az főleg optikai tartományban, látható tartományban történt. Uh -huh. És majd kíváncsi leszek, hogy ez az állítás megállja a helyét mondjuk a James Webb tárcsó működése, Ez messzebbre közben. fog kicsit nézni. És hogy miért 9 milliárd éve hívatott ennyire? Ugye 9, vagy bocsánat, ezt a lyukat, ezt a kvazát, ezt ugye 7 milliárd évvel ezelőtti állapotában látjuk, és valószínűleg azután, következő néhány millió évben gyorsan fölzabált a körötte lévő anyagot. Magyarán azóta valószínűleg koplal. Mit lehet tudni arról a napfoltról, ami 24 óra alatt kétszer akkorára nőtt, mint amilyen volt előtte? Nem csak, hogy igen nagy volt eredetileg, de aztán utána nagyon gyorsan elkezdett növekedni is. És kezdjük újra. Mit lehet tudni a napfoltról, ami 24 óra alatt kétszer akkorára nőtt? 24 óra leforgása alatt kétszeresére nőtt. Ráadásul a Föld... Vagy. <laughs> Mit lehet tudni a napfoltról, ami 24 óra alatt a duplájára nőtt? központi csillagunk felszínén nemrég felbukkant egy különös folt, az AR3038 jellel ellátott képződmény nem csak hogy nagy, de igen gyorsan növekszik is. 24 órás... Nem, veszünk föl új dolgokat! Mit lehet tudni arról a napfoltról, ami 24 óra alatt kétszer akkorára nőtt? Központi csillagunk felszínén nemrég felbukkant egy különös folt. Ez az AR3038 jellel ellátott képződmény nem csak hogy nagy, de igen gyorsan növekszik is. 24 óra leforgása alatt kétszeresére. Ráadásul a folt a föld felé néz, ezért az űridőjárással foglalkozó szakértők komoly figyelemmel kísérik azt. Írja a spaceweather.com. Alapvetően két módon tűnhet el egy ilyen folt, vagy elpusztul, vagy napkitörést okozhat. NASA szerint a napkitörés intenzív sugárzást tartalmaz, mert mágneses energia szabadul fel a napfoltból. 2022. márciusában egy napfoltból 17 kitörést regisztráltak, mely során 3,2 millió kilométer per órával löködött ki a sugárzás a napból. Ez inkább részecske sugárzás, de mindegy. Az ilyen kitörések veszélyt jelenthetnek az űrhajósokra és a műholdakra is, ezért folyamatosan figyelemmel kell őket kísérni. És szerintem itt rögtön hivatkozhatunk is a Kerington eseményre, ami ugye 1800 59-ben volt, ha jól emlékszem. Ez volt talán az emberiség történelmének legnagyobb napkitörése, ami ráadásul ugye pont a Föld fele irányult, és rengeteg különböző dolgot figyelhettünk meg, például táviróvezetékek olvadtak le, meg uh, uh, szikráztak, Ha havannából. Tehát egészen közel az egyenlítőhöz is láttak sarkifényt. Mert hogy ezen jelenségek mind összefüggnek. Nap volt környékén alakulhat ki kitörés, Kitörésben elindul egy óriási részecskezápor, részecskezápor megbolygatja a Föld geomágneses terét, és aztán kialakulnak az általunk annyira szeretett sarki fények. De igen, mindez veszélyt is tartogat számunkra. Ugye ezek a tulajdonképpen nagy energiájú töltött részecskék, ezek alapvetően a műholdjainkban elég nagy kárt tehetnek, hiszen ott mindenféle túláramok keletkeznek, és akkor egyszer csak így kanyác Szóval ilyenkor egyébként erre nagyon vigyázni is kell, és vannak bizonyos óvintézkedések rá, de alapvetően elég nagy káosz tud szülni az, hogyha egy ilyen nagyobb napkitörés a Földet érné. Azért még mielőtt átmennénk itt katasztrófa híradóba, ez az elég mm. nagy káosz, ezt azért sok-sok idézőjellel kell érteni, mert hogy minket védelmez egyrészt a mágneses tér, a bolygókről, másrészt pedig ez az elég masszív légköre a Földnek. Tehát hogyha jön egy nap, nagy napkitörés, itt mondjuk Európában a legrosszabb dolog, amit érezhetünk, hogy bizonyos rádiókommunikációs berendezésekben hát kiakadás, vagy kimaradások lehetnek. Esetleg mondjuk bizonyos uh, rendszerek megbojdulhatnak kóboráramokat okozva. De ilyenre legutóbb 19. század közepén került sor. Az utóbbi évtizedekben pedig a legrosszabb, ami történt, az legfeljebb némi áramkimaradás mondjuk Észak-Skandináviában Észak vagy Kanadában. Viszont azért azt tegyük hozzá, hogy ugye a 19. század közepén még nem voltak fönt műholdak, amik mindannyiunk életét befolyásolják. Úgy, hogy azért óvatos lennék azzal, hogy, hogy pontosan mit is okoz, inkább ne várjuk meg azt, hogy felkészületlenül érjen a dolog, és figyeljünk rá oda, hogy, hogy, mikor történik. Éppen erre vannak például a nap megfigyelő műholdjaink, hogy ezt minél alaposabban ismerjük, ugyanis akkor van időnk egy kicsit fölkészülni ezekre a dolgokra. És akkor vissza is lyukadunk a cikk címében szereplő napvolthoz, mert hogy a probléma az, hogy napkitörést azt nem tudunk előrejelezni, legalábbis még. Sőt, napvoltok előrejelzése is még gyerekcipőben jár. Még egyszer, ahol van napfolt, ott történhet jelentős napkitörés, és ráadásul a nap egy 11 éves ciklusban alternálja ezeknek az erősségét és gyakoriságát. Most éppen egy felfutási szakaszban vagyunk, tehát ezek a napfoltok és kitörések egyre gyakoribbak lesznek. És hogy hol tart most a tudomány, de azt hiszem egy maximum két olyan eset volt, amikor előre sikerült megjósolni egy napfoltnak a kialakulását ez tavaly publikálták, le, egy tavalyi megfigyelés eredménye volt, hogy a nap mágneses terének alakulásában a nap felénk eső oldalán tudtak következtetni arra, hogy egy-két héten belül be fog fordulni adott nap szélességi fokon egy jelentős napfolcsoport és pontosan úgy történt. Wow. Úgyhogy ezért fontos a napfoltoknak a megértése és, a, és, az evolúciója, mert hogyha ezeket már rutinszerűen fogjuk tudni előrejelezni, akkor már csak onnét egy lépés, hogy majd a kitöréseket is előre tudjuk jelezni. Nos, ez itt a kérdések rovat, amiből szerintem nekünk az első kérdés, amit a múlt héten elég sokan föltettek a pénteki nyitvatartáson, hogy mikor lesz már sötét? Ez egyébként azért volt klassz kérdés, mert hogy éppen csak, hogy napokkal voltunk túl, Szent Iván éjjelén, vagyis a nyári napfordon, amikor is tudva levőleg a leghosszabb volt a nappal. Tehát nagyon későn megem. Jó hír viszont most már legalábbis a csillagászoknak, hogy lassan már 9 óra tájéken is meg lehet figyelni az első csillagokat, aztán ez az időpont, ez egyre-egyre korábban fog bekövetkezni az este folyamán, és akkor majd augusztusban, amikor kezdődik az egy hét a csillagok alatt, akkor már akár 8 óra tájéken is elő lehet kapni a távcsöveket. Hála jó Istennek. Viszont kaptunk interneten is kérdéseket, aminek mi nagyon örülünk, és biztos titeket most is, hogy írjatok oda, meg oda a chatben kérdéseket, Mindenhova. amiket mi aztán jól megválaszunk. Például a múltkori videónk alá kaptuk a kérdést, hogy mi a Kedvenc egzó bolygó rendszeretek. Hmm, a Trapiszt egyet mondanám egyébként. Mert <coughs> casual. A Trapiszt egy ugye valahogy a 2010-es évek elején volt egy eléggé fölkapott... Valahogy? Hát nagyságrendileg. Kedvenc exo rendszered is, és, és nem tudod így napra pontosan? Nem, nem, nem tudom. Miért kéne tudnom napra pontosan? Egy néződni. igazi rajongó tudja már. Hát annyi van már, mint a tenger. De az a lényeg... Na, látjátok, bocsánat, ez, ez a lényeg. Tehát, hogy több mint 5000 exobolygórendszer rendszer van. van, és egyik olyan, mint a másik. És ezt most nyilván én, mint szupernovás hmm. könnyedén beszélek, de hogy Kedvenc exobolygó rendszert ne, nehéz ne, válaszíteni. Ne, 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 nehéz hogy érzemlek kötődni egy exobolygó rendszerhez. Dehogy nem lehet. És ezt mindjárt meg is világítom, mert például nekem is pont a TRAPIST 1 egyben az tetszik, hogy sok a lakhatósági zónába eső bolygó. Ugye ezek itt, itt egy ultra vörös törpe körül hét darab. Tulajdonképpen ilyen kőzet jellegű bolygóról beszélünk, amiből három kötőjel négy, nagyjából pont beleesik az úgynevezett lakhatósági zónába, abba a tér ahol a bolygó felszínén folyékony halmaz állapotban megtalálható lehet a víz. Megfelelő nyomás mellett nyilván itt vannak ilyen egy egyéb feltételek is, de a lényeg az, hogy, hogy ez egy nagyon izgalmas rendszer, már csak abból a szempontból is, hogy egy más típusú csillag körül vajon létrejöhet-e bármiféle földihez hasonló körülmény. Holott? Hát nyilván valami. Tele van. tehát de... az a baj, ugye a trapiszt uh... Egyel, mármint magával a csillaga, hogy te van, uh, flerekkel és kitörésekkel. Abszolút hát, Pont olyanokat, amiket megénekeltünk, ugye, a hírblogban. Szóval nem biztos, hogy ott húzamosabb ideig tudna egyáltalán megmaradni az élet, ha egyáltalán kialakulna. Szóval mindenképpen egy érdekes rendszer tanulmányozni. Számomra talán ez volt a leghangzatosabb és megragadóbb. De azt is hozzá kell tenni, mint ahogy Barna nagyon jól rávilágított, hogy nem annyira kedvenc ez bolygórendszerem, hogy hogy mindent is tudjak róla, és oda akarjak elutazni, hanem poster, egyszerűen Poszter a falod, Az van. Nincs. Nincs, Nincs de egyébként, kapsz. de egyébként ténylegesen nagyon szép, valószínűleg a barna fejét mindjárt kitakarom a képpel, egy nagyon szép grafika készült erről a, erről a bizonyos trapiszt egy rendszerről, és amint a barna elkezd nem arcukat vágni, akkor el is veszem a fej elől ezt a képet. Szóval ez lett volna a, az én kedvenc ex De akkor ezek szerint neked, neked van kedvenc ex vagy HD 189733B. Á, egyébként egy klassz uh, forró Jupiter, amiben azt hiszem először találtak uh, vízmolekuláknak a jeleit, és amiért én szerettem, hogy uh, MSC szakdolgozat témámhoz mértem adat sorokat és olyan uh, szépen ki lehetett mérni, mindig olyan szép transziktokat eredményezett, és akkor na innen az érzelmi kötődés. Ennyi közön van az exobolygókhoz. De, volt más, kérdésünk De is, volt más kérdésünk is, mert hogy nincsen uh, adásunk James Webb nélkül. Kérdés pedig az, hogy a JWST mennyire lesz képes felvételket készíteni a nagy bumról, vagy az azt követő évezredekről, mondjuk gravitációs lencse hatás révén. Hm. Hát a nagy bumról szerintem nagyon sehogyan, annyira és messzire nem lát el. És az azt követő évezredekről sem. Az elméleti határ, ahonnél elektromágneses sugárzást tudunk vizsgálni, az az úgynevezett lecsatolódás időszaka, egészen odáig annyira sűrű volt az univerzum, hogy a fény az nem tud szabadon terjedni. Ez a lecsatolódás időszaka pedig olyan hűszkrebb 300 ezer évvel az ősrobbanás után történhetett. Ezt tudjuk megfigyelni mikrohullámú háttérsugárzásként a JWST esélytán, hogy ezen túlra lástatsunk ennél sokkal közelebbiek a cél, nem sokkal, de azért elég közelebbiek a célpontjai. Távoli galaxisokat fog majd legfőbbképp vizsgálni, vagy például itt a közelünkben lévő exobolygóknak fogja alaposan megmérni a különböző tulajdonságait, mert azok is például ilyen infravörös tartományban akár még látszódhatnak is, tehát ténylegesen adott esetben egy-két pixeles fotót el tudunk róluk csípni, meg még lehetne egyébként sorolni, hogy mennyi minden, de pont oda a az ősrobbanás utáni időszakban biztos, hogy nem fog látni. És itt jön a nagyszerű átvezetésünk, mert hogy mit lehet látni a JWST-vel? Ezzel kezdjük az ajánló szekciónkat. Pontosabban, hogy mikor fogjuk az első dolgokat látni a webb ezt tudjuk. Július 12-t satírozza be mindenki pirossal a naptárában. Ekkor lesz ugyanis a názának illetve az ezának a közös sajtókonferenciája, amelyen bemutatják az első tudományos mérést. És itt már nem csak tesztmérésekről van szó, hanem valami olyasmit, ami szorosan hozzákötődik a James Webb Telescope következő több éves tudományos működéséhez. Teljes színpaletta, teljes detektor arzenál, tehát spektrumra számíthatunk, nagy felbontású képekre számíthatunk, színes képekre számíthatunk, Mindenképpen érdemes lesz követni. Szóval tudjátok, hogy mi lesz a következő adásban az első hír, vagy legalábbis valamelyik hír. Hiszen nincsen csillagfényben James Bond nélkül. Így van. Viszont lesz még kisbolygók világnapja is, amit a Polaris csillagvizsgálóban meg fognak ülni az MCE jó voltából, június 30-án este. 9-től Keresztúri Ákos tart majd egy előadást, majd pedig este 10-től megfigyelés is fogja ezt követni, kisbolygó megfigyelés azonosítás. Illetve, ha már csütörtök, akkor csütörtök péntek magasságában, még a, a holcsarlót is érdemes megemlíteni, az nagyon szép lesz a maga kis vékonyságával, érdemes lesz majd keresni a kora esti égbolton. 4 százalékos lesz, csütörtök és viszonylag közel a horizonthoz, tehát épületektől, fáktól azért távolabb kell kerülni, hogy megfigyelhessük de mindenképpen egy, egy tök jó megfigyelési lehetőség, akár távcsővel, szabad szemmel, vagy még inkább fényképezőgéppel, szóval szerintem érdemes rácuppanni. Keressetek horizontot, és mindenképpen. Viszont, ami még számunkra legalábbis doppergéses, nagyon fontos, az az, hogy szombaton, július másodikán elérkezik a nagy hivatalos eseményünk, a Szegedi Csillagvizsgálónak a 30. évfordulóját akarjuk megünnepelni. Mi is lesz egészen pontosan ezen a ez egy... Bizonyos szombati napon. Ez egy nyilvános előadás sorozat lesz. Az azon csillagászok részvételével, akik az elmúlt három évtizedben fontos szerepet játszottak a szegedi csillagvizsgáló működésében, vagy mondjuk innét indult a tudományos karrierjük, és három előadás blokban, amire lehet szabadon és ingyenesen előzetesen regisztrálni. Szóval három előadás blokkon keresztül először végigmegyünk a múlton, kis múltidézéssel, aztán eljönnek a sikeres, befutott hazai kutatók, többek között, és ez kis fun fact, hogy a hazai nagy nagyobszervatóriumok élén, mindegyik élén Szegeden végzett csillagász áll, vagy ül éppen, ők is eljönnek előadni a kutatási témáikról, illetve karrierjükről. Végül pedig hát olyan csillagászati nagyságok fognak előadást tartani, mint például a mellettem Ordosi András, vagy hiszen például Barna Barnabás is. Hiszen kollégáinkkal mi mondjuk az elmúlt egy évtizedét alakítottuk aktívan a szegedi csillagvizsgálónak, és remélhetőleg a közeljövőjét is. Szóval, hogyha aki Szegeden tartózkodik, vagy éppen csak erre jár, az mindenképpen szombaton délután nézzene hozzánk a domtéről nyíló egyetemi épületben lesz ez a kis szeánsz. Ott találkozunk. Elérkeztünk a kedvenc pillanatunkhoz, a hónap pillanatához. Ez a műsorban talán a, a legkedveltebb szakaszunk, ami most kivételesen közös is, ugyanis a nemrégiben levonult bolygóparádéval kapcsolatos. Itt Szegeden tartottunk hajnali megfigyelést, és hát Érdekes élményeink é é voltak. Sok, sok különböző élményünk volt, és é mindegyik erős és hálás élmény. Így van. Azt mondanám, hogy túl sok volt a sikerből, talán ez a legjobb kifejezésre. Onnan érdemes kezdeni, hogy ugye mi is volt ez a nagy bolygóparadigám. Ez ugye a bolygó együttállás néven futott be nagy karriert a hazai médiában. Ugye nem Ennyi. együttállásról van szó, hanem arról, hogy a naprendszer összes bolygó egyszerre volt az égen, hajnali órákban, nagyjából tíz napon keresztül. Ráadásul, és ez adja a ritkaságát az eseménynek, hogy nem csak, hogy egyszerre voltak ilyen, de az öt szabad is látható objektum, tehát Merkur, Vénusz, Mars, Szaturnusz, Jupiter, Jupiter, Szaturnusz, ezek szép sorrendben sorakoztak a naptól a keleti horizont fölött. Na most ez a kettő együtt, ez valóban nagyon-nagyon rég történt, puskázok időszámításunk szerint 947-ben, és nagyjából olyan 450 év múlva fog megtörténni megint. Külön-külön ezek viszont néhány évent előfordulnak. Arról nem is beszélve, hogy amit mondjuk az ember szabad szemmel lát, az nem is az az öt, hanem mondjuk általában négy, de mondjuk bizonyos városi fények közéből megszerve három fény pöttyöcske. A három legfényes a Vénusz, a Jupiter, illetve a Szaturnusz. Élesebb meg megtalálják a Marsot viszonylag könnyedén, és a naphoz egészen közel lehetett kiszúrni a Merkurt. Minden máshoz távcsőre volt szükség. Például ugye az Uranuszhoz és a Neptunuszhoz, ami, amit bevallom, én se találtam meg az égen. Az, az kihívás, mondjuk egy olyan dobzon szereléssel keresgélni, amivel mi is kitelepültünk a Szegedi Csillagvizsgáló közelébe. Mert hogy az egész történet az úgy kezdődött, hogy a Svábhegyi Csillagvizsgáló blokk felületén jelent meg ez a kis csináló, hogy egy olyan lehetőség van, egy olyan jelenség, ami kihagyhatatlan, mert ha kihagyod, akkor tehát közel 500 évet kell várni. Erre a Schwabhegyi csillagvizsgáló bemutatókat is szervezett, ami a helyi jellegzetessége miatt ezek viszonylag kis csoportos távcsolás bemutatók voltak, és ezt az egészet kapta föl a hazai mainstream média. A... Egyébként pont a... ezt, ezt néztem is a különböző külföldi sajtókban, hogy, hogy ezt szerintem csak nálunk futott Igen. ekkorát. Igen, és ezért egyrészt mindenképpen elismerés illeti a Schwabhegyi blog csapatát és a cikkíróját, Világos Blankát is, mert nagyon jól keltették föl az érdeklődést. És jár egy óriási fekete pont, nem mintha érdekelni őket, de jár egy óriási fekete pont a magyar médiának, mert mindenféle alapos uh, utánajárás vagy részletezés nélkül egyszerűen egy-egy mondatot kiragadva adták közre ezt a blogbejegyzést. Hogyha valaki elolvassa az eredeti felhívást, uh, belinkeljük majd itt alul, akkor azt találhatja, hogy igen, a cikk az figyelemfelhívó, abszolút még a clickbait kategóriába is belefér, de... Minden mondat a helytálló és tényszerű, és nem árulja zsákba macskát. Aki azt elolvasta, az pontosan tudhatja, hogy mire számítson. És az a 450 ember, aki kijött a Szegedi csillagküzsálóba, ő tudta, mire számítson? Hát nem. De ez általános. Hát, hogy, hogy aki rengeteg, ez nem az ő hibája. Közel száz telefonhívást kaptunk azon a héten, és nagyon-nagyon sokan csak annyit tudtak, és éreztek, hogy itt most valami olyasmi zajlik, amiből nem szeretnének kimaradni. És ez a rész, ez tök jó. Bármi, ami megmozgatja az embereket, kicsit kimozdítja őket a hétköznapi apátjából, és értitek, hajnali órákban föl kell több mint 400 ember, kijutott a világ végére, szegedi viszonylatban legalábbis, azért, hogy sorba álljon ott, a hűvösben, és aztán megint sorban álljon bent a távcsöveinknél, hogy aztán lásson valamit, és a döntő többség angyali türelemmel viselte, és, és partner volt mindebben, és akik oda jutottak a ez nagyon hálásak voltak, és mi is hálásak vagyunk nekik. De közben volt egy olyan szegmens, a hazai média, aki az egészet olyan szenzációként állalta, mindenféle utána járás nélkül, ami egyszerűen félrevezetett embereket. Bizony, és nekem ezen a ponton mindig eszembe jut a 2020 as és tökös, amit uh, statisztikát készítek most már róla, és körülbelül olyan 2 3 százaléka az embereknek az, aki egyáltalán hallott róla, hogy itt volt egy szabadszemes üstökös, és még ennél is kisebb százalék az, aki ténylegesen mondjuk látta. Pedig az egy olyan esemény volt, ami mondjuk az előtte 23 évben nem történt meg. Szabadszemmel távcső nélkül lehetett látni egy üstökös csúvát. Magyarországról. Az pláne volt. Azt, azt érdemes lett volna felkapni. Így van. Távcsővel Úgyhogy... meg még inkább nagyon szép volt, igazából, hogyha összehasonlítjuk a látványosságát a mostani bolygósorakozóval, az szerintem látványosabb uh -huh. volt. Messze látványosabb volt, arról nem is beszélve, hogy olyat nem láthatunk akármikor. Lehet, hogy most a bolygók együtt voltak egy darab égen egyszerre, de lesznek még ezek a bolygók máskor is uh -huh. fenn az égen, még ha nem is egyszerre. Egyébként a kedvencem, ennek utána jártam most, úgyhogy most pontosan tudom, hogy 2040. szeptember 8-án Kora estére senki ne csináljon programot magának, és keressen magának nyugati horizontot, ugyanis akkor fog látszódni az öt szabadszemes bolygónak és a 2-3-4-5 százalékos holcsarlónak olyan együttállása, együttállás, hangsúlyozom együttállás lesz, hogy 10 fokon belül lesz minden. A 10 fok az azt jelenti, vannak ilyen ökölszabályok, hogy az ember mondjuk kitartja a karját előre, és az öklével nagyjából egy ilyen 10 fokos területet tud letakarni. Tehát konkrétan az öt darab szabadszemes bolygó és a hold az az öklünk által letakarható területre fog kerülni. Na, az nagyon szép lesz, egy egyre szépség hibája van a dolognak, hogy körülbelül olyan 3-4 fok magasságban lehet majd elkezdeni igazán jól megfigyelni. Ki És az, nagyon... az Alföldre? Ki az Al... nem is az Alföldre, az Alföldön fák vannak, meg házak vannak. Hegyek tetejére, ahonnan... ahol, ahol nyugatra tök jó kilátás van, nekem már megvan a kipécizett helyszínem, csak engedjenek is oda be. Szóval, csak hogy egy végkonklúziót vonjunk erről az idei júniusi bolygóparádéről. Egyrészt az, hogy egy hír ennyi embert megmozgatott, szerintem fantasztikus. A Schwabhegyi uh, Csillagvizsgálónak a nyitvatartásaim végig volt, pihatak alatt keltek el a jegyek. A Polaris Csillagvizsgálóban nagyjából 300-an látogattak ki hajnalban, Hajdóböszörményben több mint 100-an voltak, és azóta már volt bemutató hegyhátsálon is, a csillagvizsgában, vagy például a Zalagerszeg környékén, és nálunk pedig soha nem látott népsűrűség jelent meg hajnali három órakor. Ez mindenképpen fantasztikus dolog. Amiért az én kicsi szívemben van némi hiányérzet, az az, hogy pontosan ezen embertömeg, ez egyrészt nem volt indokolt, mármint a látványosság mértéke miatt, és, és erre nem lehet fölkészülni. És sajnos nekünk is egy ponton a sor végére állóknak azt kellett mondanunk, hogy Sajnos jó eséllyel nem fogunk tudni már, mit mutatni a távcsőben, mert hogy elkezdődött a hajnalhasadás. Úgyhogy nekem abszolút felemás érzéseim vannak, a pozitív élmények azok mindenképpen erősebbek, és még és egyszer, tök klassz, hogy ennyire még a csillagászat megmozgatja az embereket. Amiben valamit viszont tennünk kell, hogy ezeket a híreket ezt hogyan nyomjuk át a mainstream médián úgy, hogy a végtermék, ami eljut az olvasóhoz, vagy videónézőhöz, az hát ne szenvedjen hiány tartalomban. Vagy a csillagfényben adásait kell még nagyobb körben terjeszteni, mert itt bizony ezeket a, az álhíreket, vagy félálhíreket rendesen dibánkoljuk, és akkor itt mindent az ember első elsőkézből Tehát Tudjátok, hogy mindegy, nézzetek akármit, vagy olvassatok akármit, de de alaposan kell. Alaposan Igen. kell, mert amit a szalakcímek mögött találtok a legtöbb hírportálon, az sajnos nagyon zanzásított, és csak részén fél információkat tartalmaz. Viszont ezekről a kérdésekről bátran tegyetek föl itt lent a kommentjeink között is, vagy e-mailben, vagy akárhogyan tegyetek föl nekünk kérdést, és akkor mi itt ezeket mindenképpen megválaszoljuk. Igen, és, és az élményeiteket is. Hogyha észleltétek vagy akár saját módon, vagy csillagvizsgálóból, távcsőmmelől ezt a bolygóparádét, írjátok meg, hogy nektek milyen élmény volt. Csalódás volt-e, vagy éppensége inspiráló. Mi mindenre kíváncsiak vagyunk. Mert ez nekünk is fontos visszajelzés. Így van. És augusztus második fejben pedig találkozunk, amikor a Szaturnusz és a Jupiter a kora estéig a lesz megfigyelhető. Sokkal kényelmesebb megfigyelési körülmények mellett. Ez lett volna tehát a csillagfényben, ezzel zárjuk mi is a júniust. És ne felejtjétek, ahogy egyre jobban gyalogulunk be a júliusba, közeledik az egy, idei egy hét a csillagok alatt országos távcsőes bemutató program. 2022. augusztus 5 kötőjel 14. Már eddig is rengeteg bemutató helyszíntől kaptunk programötleteket, illetve ígéreteket. Úgyhogy érdemes követni az Egy hét a Csillagok alatt Facebook oldalát, illetve tájékozódni a Magyar Csillagászati egy Egyesületnek a weboldalán is. Ott is van színes, szagos, interaktív térképünk. Oda töltünk föl minden információt. Ha pedig te szeretnél, kedves hallgatónk, nézünk, olvasunk. Szóval, hogyha valaki szeretne távcsőres bemutatót tartani, egyáltalán nincsen elkésve. Itt a videó alatt megadott adatbekérőt kell beküldeni felénk, és akkor mi azt majd jól megreklámozzuk a többi távcsöves bemutatóval egyetemben. Így van, küldjetek minél többet, legyünk minél többen az országban, akik az ég fele fordítjuk a tekintetünket, és addig is, nem tudom, akarsz még valamit mondani? Csak annyit, hogy derült Derülteget. Ja. Szóval hogy volt? Folt a föld felé, vagy föld a folt felé, vagy... Ne, ne már, ne, ne, tehát Föld. Föld a föld felé. Igen, csak megmutatom, hogy hogyan kell felolvasni. <tő> <tő> Mutasd meg, <tő> hogy kell felolvasni. Mutasd meg. Központi csalagon felszínen nemrég febboktájt Igen. Ráadásul a föld a föld felé néz.